Az agyvaszántói gyerekek hamarosan egy megújult iskolában kezdhetik el az új tanévet. Az épületben ugyanis július közepe óta végzik a szakemberek az energetikai felújításokat. A bejárat homlokzatára már felragasztották a hungarocell lapokat, és lassan a párkányok is a helyükre kerülnek. Így néztek ki a régi ablakok, amiket Sósné Király Karolina intézményvezető szerint már be sem lehetett csukni rendesen. Ezek pedig már az új ablakok. Az épület már kívülről és belülről is felújításra szorult. Az alsós rész az 1970-ben, a 80-as, 90-es és a 2000-es évek elején épült, ezért a fűtés szempontjából is nagyon eltérő volt. Az alsós részben volt úgy, hogy körülbelül 18 fok volt, és a gyerekeket ezért be kellett hoznunk egy szünet után, nem fűtötte fel a kazán az iskola épületét, és más termekbe kellett elhelyeznünk az alsósakat. Ezen kívül a külső részen a lapos tető, ahogy a víz lecsurgott végig a homlokzaton, felázott, lepotyogott a vakolat. Az egyház finanszírozásával már július közepén elindultak a felújítási munkálatok, kicserélték a radiátorok szelepeit, és két modern gázkazánt is beüzemeltek a régiek helyett. A kivitelezést végző vállalkozások megkeresésében az önkormányzat is segített az iskolának. Az iskola vezetése reméli, hogy a felújítással energetikailag hatékonyabb lesz az üzemeltetés, és csökkenni fog a fűtésszámla. Az agyvaszántó gyermekeiért közalapítvány támogatásával az első és az ötödik osztályos gyerekek terme is teljesen megújul. Új padokat és székeket kaptak, valamint a közalapítvány kifestette a tantermeket és felcsiszolta a padlót. Továbbá ezeket a termeket is felszerelték vetítőgépekkel. Így az itt tanuló közel 170 gyermeket szinte teljesen megújult iskolában kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben.